42 millió forintos fejlesztés új géppel bővítheti eszközparkját egy nyíregyházi villamosipari cég. Megújult egészségügyi központ, teljes egészében felújított komplexumot adtak át Nyírgelsén, a beruházás összesen 76 millió forint értékben valósult meg. Nem csak a multinacionális vállalatok, hanem a kisebb cégek is szükségesek a magyar gazdaság újraindításához, hangsúlyozta a pénzügyminiszter Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Varga Mihály, az Industrial Electric Bau Kft. 42 millió forintos kapacitás bővítő fejlesztésének támogatásáról szóló szerződés aláírásán vett részt. A társaság egy új gépet vásárolva emelheti új szintre CNC megmunkálási tevékenységét. A magyar gazdaság történet legnagyobb gazdaságfejlesztési csomagját tudtuk összeállítani. Ez 9000 milliárd forintot jelent, a gazdasági teljesítményünk kb. 20%-ára kitevő nagyságrendet, csak hogy érzékelni lehessen ennek az összegnek a nagyságrendjét. A pénzügyminiszter kedden Nyíregyházán beszélt a koronavírus járvány okozta gazdasági belassulásról, illetve arról, hogyan próbálja a kormány minél hamarabb újraindítani azt. Ehhez pedig a multinacionális vállalatok mellett a közép, kis és mikrovállalkozásokra is szükség van, hangsúlyozta Varga Mihály egy 42 millió forintos fejlesztésről szóló támogatói szerződés aláírásán. Arra van szükség, hogy a munkahelyeket meg tudjuk őrizni. Azok a cégek tehát, amelyek ilyen típusú tervekkel rendelkeznek, munkahelybővítés, munkahely megtartás, ezeket támogatni kívánjuk, akár Európai Uniós forrásból, akár hazai nemzeti forrásból. Egy ilyen eseményen vagyunk ma jelen. Valóban, ahogy ön is mondja, ez a 40-42 millió forint nem tűnik egy nagy összegnek, de ennek a vállalkozásnak az életében ez nagyon komoly beruházás lesz, hiszen új gépet tudnak vásárolni, meg tudják valósítani azt a fejlesztést, amit korábban terveztek, anélkül, hogy akár egyetlen dolgozót is el kellene küldeni. Tehát miközben fejlesztenek, bővítenek, beruháznak, megtartják a meglévő munkahelyeket is, és ilyen vállalkozások vannak ma a magyar kormány támogatási középpontjában is. Az Industrial Electric Bau Kft. Telephelye a 36-os főút Nyíregyházáról kivezető szakasza mellett. A villamosipari piacon tevékenykedő cég 13 éve immár két telephelyen működik a Szabolcsi megyeszékhelyen. A bővülő igényeket jelenleg nem is tudják mind kiszolgálni, erre nyújthat megoldást az a kapacitásbővítő fejlesztés, amely ginopos forrásból valósulhat meg. Mindenképpen azt várjuk, hogy olyan területeket is ki tudjunk szolgálni, amiket eddig nem tudtunk kiszolgálni. Tehát nem kell visszamondanunk olyan felkereséseket a multik cégektől, hogy amik eddig esetleg előfordultak, tehát mindenképpen árnövekedés, árbevétel növekedést, illetve hogyha olyan letelhetségű munkákat kapunk, akkor akár még létszámbővítést is eredményezhet kezelő szintjén, tehát új kezelőket esetleg felvenni. Ehhez folyamatos letelhetség szükséges ugye a gépekre. Épp dolgozik a megmunkálógép az üzemben. Egy ilyen, de ettől kétszer nagyobb eszközzel bővül hamarosan a géppark, magasabb szintre emelve a CNC kapacitást. A keddi eseményen Nyíregyháza polgármestere azt emelte ki, hogy a város számára is fontosak a kisebb cégek. Ilyen kis vállalkozások, amelyek stabil háttérrel, jövőképpel és állandó fejlesztésekkel működnek, ezek nagyon fontosak, de fontosak a nagy beruházások szempontjából is, mert ez a cég is dolgozik a Legónak, dolgozik a Hübnernek a legújabb csarnok átadásán, és már üzleti titkokat nem akarok elmondani, vannak újabb megrendeléseik is. Ez is fontos abból a szempontból is, hogy nagy multicégek Nyíregyházát válasszák a befektetésük helyszínéül. Az Industrial Electric Bau két telephelyén 26-an dolgoznak. A vállalkozásnál terben van egy új összeszerelő üzem felépítése, akár még idén. Emellett a tudásbázist is tovább bővítenék, új kollégákat felvéve. Egy összesen 76 millió forint értékű beruházás eredményeként megújult Nyírgelse egészségügyi központja. A komplexum a jövőben az orvosi és fogorvosi rendelő mellett a védőnői szolgálatnak is helyet tud biztosítani. A térség országgyűlési képviselője az átadó eseményen hangsúlyozta, az elmúlt 8 évben 18 egészségház felújítása történt meg a választókerületben.
Régóta várt beruházás valósulhatott meg Nyírgelsén. A község korábbi egészségháza még a 70-es évek elején épült, azóta csak kisebb módosításokat végeztek el az épületen. Az önkormányzat 2016-ban a terület és településfejlesztési pályázat keretében nyújtott be sikeres pályázatot az egészségügyi központ megújítására. Korábban hátrányt jelentett, hogy a helyi védőnői szolgálat elkülönítve a görögkatolikus egyház egyik közösségi termében üzemelt. A jövőben azonban ez az ellátás is a házi orvosi és fogorvosi rendelővel közös épületben működhet. Nyírgelse polgármestere úgy fogalmazott, a település egészére nézve kiemelt jelentőségű ez a fejlesztés. Nagyon fontos, mert elavultak voltak az eszközök, a régi eszközök is, és azért egy új fogorvosi székkel, egy új fogorvosi berendezéssel megpróbáltuk a háziorvosi szolgálat eszközeit is teljesen újjávarázsolni, és ez egy nagy dolog itt a település életében, hogy új eszközöket tudtunk beszerezni, és így beindul, bízunk benne, hogy a település életében egy falu megtartó erő lesz ez a település életében, mert kiöregedő település vagyunk, és nagyon fontos, hogy itt a helyi fiatalok, meg a más településről is ideérkező próbáljon itt letelepedni, és itt maradni nálunk. Az átadó eseményen az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár azt hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban tapasztalt jól koordinált védelmi intézkedések jelentős mértékben függtek az alapellátás minőségétől. Csányi Endre Péter úgy fogalmazott, hosszú távon úgy érhető el az egészségügy előrelépése, ha a kis települések is ilyen létesítményekkel és eszközökkel gazdagodnak. A közösség egészsége, testi-lelki egészsége szempontjából az alapellátásnak egy nagyon fontos összefogó kapuőri szerepe van. Itt Nyírgelsén az alapellátás megújulásának lehetünk tanúi. Ezzel a 76 millió forintos uniós forrással, a kormányzat támogatásával megvalósuló egészségházzal, ami a térség egészségház fejlesztéseinek az egyik gyöngyszeme lesz, és bízunk abban, hogy a lakosság az itteni polgárok egészségéhez jelentősen hozzá tud járulni. Simon Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentős mértékben fejlődött a térség településeinek infrastruktúrális háttere. Mint mondta, a köznevelési és szociális fejlesztések mellett a kormány kiemelt területként kezeli az egészségügyi ellátás javítását, ez pedig nem csak Nyírgelsén volt tetten érhető a közelmúltban. 8 év alatt 18 egészségház újult meg a választókerületben, Bököntől Mérken keresztül Vállaig, ahol ugye Mérken, Vállajon, Penészleken, Pócspetriben új egészségházat építettünk. Nyírmihájdiban is megújult, míg itt Nyírgelsén adtuk át, tehát az utolsót ebben a szakaszban. És ilyen formán nyugtázhatjuk azt, hogy ez a program, ez rengeteg lehetőséget adott a településeinknek. Az egészségügyi központot 60 millió forint Európai Uniós forrásból és 16 millió forint állami hozzájárulással újíthatták fel. Nyírgelsén jelenleg a gyors internet hálózatának kiépítése van folyamatban, a közeljövőben pedig járdák rekonstrukciója és kerékpárút építés kezdődhet meg. Még 10 napig, vagyis július 31-ig lehet átváltani a régi 2017-ben bevont 2000 és 5000 forintos bankjegyeket használatban lévő azonos címletű bankjegyekre a bank és posta fiókokban, hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank a honlapján. A posta és a hitelintézetek július 31-e után is átválthatják az érintett régi címleteket, azonban a szolgáltatás nyújtásáról és annak feltételeiről saját üzletpolitikájuk szerint dönthetnek, így akár díjat is számíthatnak fel érte. Ezért az átváltás előtt célszerű előzetesen tájékozódni, írja közleményében a jegybank. Az István a király rockopera egyik dalával készül rekordkísérletre a nyíregyházi Cantemus kórus. A Felkelt a napunk dallamát bárki felénekelheti PC vagy mobil segítségével egy applikáció használatával. A hazánkban egyedülálló kezdeményezéssel az elmaradó Cantemus nemzetközi kórus fesztivált helyettesítik a szervezők. Oh,
Így hangzik az István a király rockopera egyik legendás dallama a nyíregyházi Kantemusz kórus néhány tagjának előadásában. A Felkelt a napunk dallamát bárki felénekelheti, ezzel csatlakozva a különleges rekordkísérlethez, amely szerda délben indult és augusztus 20-áig tart. Minden feléleklés egy pontot jelent. Ha a család összefog, mert úgy bátrabb, és vannak 6-8-an együtt, ha egyszerre eléneklik, az egy pont. De elénekelhetik egymás után 8-szor, és akkor mindenkinek van egy pontja. Tehát most az a lényeg, hogy hányszor hangzik el a dal. Nem, hogy hányan éneklik, hanem hányszor hangzik el a dal. Így szerintem reális lehetőségünk van a több ezres nagyságrendre, vagy a több tízezres nagyságrendre is. Szeretném, ha nagyon, nagyon magas lenne ez a szám. Az online rekordkísérlet nem megdönteni akar egy létező magyarországi rekordot, hanem felállítani. A Magyar Rekordok Egyesülete által hivatalosan bejegyzett dokumentum alapján mennyiségi és sebességrekord is készül. Ennek a gyűjteményes rekordnak az a lényege, hogy 30 nap alatt mindenki, aki csak teheti, minél többen, egy dalt énekeljenek fel elejétől a végéig, és ez a gyűjteményes rekord, ez a legtöbbször elénekelt Felkelt már a napunk című nótának az gyűjteménye lesz. A kórus az azt szeretné, hogy több tízezer ilyen videó-selfie készüljön erről az éneklésről. Meglátjuk, hogy a történet végén, 30 nap után majd a szerverről lekért logfájl mit fog mutatni. Nagyon-nagyon szurkolunk, hiszen én azt gondolom, hogy óriási az érdeklődés, és nagyon-nagyon fontos, hogy az énekléssel az embereknek, különösen a jelenlegi nehéz helyzetben vissza tudjuk adni a lelkesedését. Nyíregyházán városszerte segítő rekordpontokon várják azokat, akik bizonytalanok a digitális platformok használatában. Az első ilyen segítőpont július 25-én, szombaton 12 és 14 óra között a Nyíregyházi Állatparknál lesz. Nyíregyházának azokon a helyein, ahol sokan megfordulnak az állatparktól a piacig, és hát ahol a Kantemusz kórus tagok is segítik majd az éneklést, és ezzel be tudjuk mutatni a városunkat is, nem csak azt a kreatív kezdeményezést, amit most legújabban a Kantemusz indított. Elmondta a hitelesítő Sebestyén úr, hogy a zumbától kezdve újraélesztő verseny, gépíró verseny, sok-sok-sok rekordot létrehozott már Nyíregyháza, remélem ez is olyan lesz. Start! A beérkező felvételekből egy mozaik videó készül majd, amelyet nyilvánosan augusztus 20-án mutatnak be a Kantemusz Facebook oldalán. A célok nagyra törőek, szeretnék elérni ugyanis a 10 000 éneklést. 4 hónapnyi szünet után kedden a Bencsvillában is újraindultak a programok. Az irodalombarátok Háj János íróval találkozhattak, akivel Kovács Dénes beszélgetett a könyveiről, alkotói módszeréről. Háj János író, költő, a kortárs magyar irodalom egyik legismertebb alakja. Főiskolás kora óta jelennek meg írásai, a Közönség sikert 2003-ban a Bogyós gyümölcskertész fia című könyve hozta el számára. Számos műfajban tevékeny, 16 prózakötet, 8 verses kötet és számtalan díjnyertes dráma szerzője. Merészen kísérletezik a különböző műfajokban. 2019-ben megjelent a Kik vagytok ti című műfajteremtő kötete, amely az oktatást, nevelést legjobban fejlesztő könyv címét nyerte el. Műveit országszerte játsszák a színházak, több nyelvre lefordították. Gyakran találkozik az olvasókkal, számára sokat jelentenek ezek a beszélgetések, különösen most, a több hónapos bezártság után. Az az igazság, hogy én elvileg vagyok egy állásponton, hogy ha egy író él, akkor, és érdekli az olvasókat az, hogy mit mond, akkor az író szólaljon meg. Tehát, hogy aki él, alkotó vagy nem alkotó, hanem egyáltalán bárki ember, aki a világon van és él, az legyen megszólítható, és tudjon megszólalni. És írónál ez különösen fontos szerintem. Ugyanakkor hozzá kell tegyem, ez rendkívül fárasztó műfaj, ha az ember jól akarja csinálni, mert hát mégiscsak energiát kell belenyomni a gondolatokba, hogy valami átmenjen a hallgatóság számára. A Bencsvillában rendezett esten Kovács Dénes írói módszereiről is kérdezte Háj Jánost, aki elmondta, a próza számára a hétköznapot, a vers pedig az ünnepet jelenti. Az író beszélt legújabb művéről, a Ne haragudj, véletlen volt című naplóregényről, ami a karantén elején, március 17-én indult, egy hónapot fog át, és június első napjaiban már meg is jelent.
Minden mű tele van személyességgel, tudjuk, hogy Flaubert maga Bovary-né volt, és minden ilyesmit tudunk, de a lényeg mégiscsak az, hogy az kerülhet papírra, ami kellő távolságban van az írótól. Akkor is, ha vele történt meg, akkor is, ha a környezetében történt meg, hogyha azzal az érzelmi erővel, vagy érzelmi centrummal úgymond tárgyszerűen tud bánni. Tehát egyszerűen, ha saját életeseményt is ír meg az ember, én nem írom meg a privát érzelmeimet, hanem amikor már megírom, akkor számomra van egy megdolgozottsági lehetőség, vagy egy megdolgozottság már bennem, ami eltávolítja tőlem, ugyanakkor persze minden, amit írok, az mind belőlem is táplálkozik. Jövő héten kedden a zenebarátokat várják a villába, ahol Harcsa Veronika és Márkos Albert előadásában csendülnek majd fel megzenésített versek és jazz dallamok. Labdabirtoklásra törekvő, az első perctől az utolsóig harcoló csapatot szeretne látni a pályán a bajnokságban a Kisvárda új vezetőedzője, Subka Attila. Az NB1-es szezonra készülő együttes két edzőmeccset is játszik a héten, a nyitó fordulóban pedig augusztus közepén az újonc Budafok otthonában lép pályára a Kisvárda. Az elmúlt hét elején kezdte el a felkészülést a kisvárdai csapat, amelynek kispadján Subka Attila ül majd a következő szezonban. Az új vezetőedző munkáját asszisztens edzőként Híres Gábor, Bodnár László és Erős Gábor segíti, a kapusok felkészítéséért pedig Szabó Attila felel. A Debrecennel korábban két bajnoki címet szerző, a Honvéddal a Magyar Kupában győzelemig menetelő szakember televízión kérdésére elárulta, hogy miért mondott igent a Kisvárda felkérésére. Az az elképzelés, amit az Attila felvázolt nekem, az mindenféleképpen az elsődleges lehetőség volt arra, hogy én ide jöjjek. Felvázolta azt, amit már régóta látott az ember, hogy az MB2-ből, amikor felkerült a csapat, milyen irányba ment el a futballjuk. Felvázolta az akadémiának a működését. Ugye azt beszéltük meg vele, hogy nem csak az első csapat, hanem az akadémián is szerepet kell vállalni, együtt kell dolgozni Szentes Lázárral, aki a szakmai munkát végzi. És szeretnénk mindenféleképpen elérni azt, hogy fiatal játékosok bekerüljenek rövid időn belül a csapatba, magyar fiatal játékosok. A kisvárdaiaktól eddig Berios, Obradovics, Minka, Protics, Zöldes és Tisler távozott, érkezési oldalon egyelőre Horváth Zoltán neve szerepel. A támadó egy év győri kitérő után tért vissza szülővárosába. Voltak más lehetőségeim, és majdnem úgy ki is csúsztunk az időből, mert hétfőn kaptam az első telefont Kisvárdáról, és ugye nekem a szerdán volt egy klubová választ kellett volna adni, de miután hétfőn beszéltem Révész Attilával, utána megegyeztünk, hogy szerdán leülünk és beszélünk, úgyhogy onnantól kezdve, amikor már éreztük, hogy közel állunk egymáshoz, akkor jeleztem a másik klub felé, hogy nem lesz aktuális, és utána már úgymond simán gördülékenyen mentek továbbiak. Tegnap már edzettem a csapattal, úgyhogy hál' Istennek sikerült megegyeznünk. Úgy érzem, hogy van bepótolnivalóm, mert ugye nekünk nem folytatódott a bajnokság. Május 20-a utánig edzettem a csapattal, onnantól kezdve után már csak egyéni futásaim voltak, de ugye az már nem olyan, mint hogy csapatba edzünk, úgyhogy úgy érzem, hogy van mit bepótolnom. Az első hetet a Károly-Semjényi pályavatú mérkőzéssel zárta a Kisvárda. Subka Attila reményei szerint eredményességgel párosuló harcos futballt játszik majd csapata. Azt nem lehet előre megmondani, hogy milyen játékot játszunk. Ugye minden mérkőzés teljesen más. Ebben benne kell lenni a védekezésnek, benne kell lenni a támadásnak, a megfelelő átmeneteknek a játékban. Én azt hiszem, hogy egy olyan csapatot szeretnénk azért látni a pályán, amelyik az első perctől kezdve az utolsóig megalkulás nélkül küzd, ami azért jellemző volt, én úgy gondolom, eddig is a Kisvárdára. Szeretnénk azt, hogyha minél többet tudnánk a labdát birtokolni, azokkal az ellenfelekkel szemben, akivel ezt meg tudjuk tenni, és szeretnénk azt, hogyha eredményesebbek tudnánk lenni, mint ebben az időszakban volt a csapat. A Kisvárda szerdán az NB2-es Kazincba játszik, a szombaton pedig a szintén másodosztályú DVSC ellen lép pályára. A folytatásban két első osztályú szlovák együttes, az Újpest és egy másik hazai NB1-es csapat szerepel az ellenfelek között. A bajnokság nyitófordulójában az újonc Budafokhoz utazik majd Subka Attila együttese. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban.
42 millió forintból növeli kapacitását a Nyíregyházi Industrial Electric Bau Kft. A támogatás segítségével egy új gépet vásárol a cég, amellyel új szintre emeli CNC megmunkálási tevékenységét. Varga Mihály pénzügyminiszter a támogatói szerződés aláírásán hangsúlyozta, nem csak a multinacionális vállalatok, hanem az ilyen kisebb társaságok is szükségesek a magyar gazdaság újraindításához. Teljes egészében megújult és új eszközökkel is gazdagodott az egészségügyi központ Nyírgelsén a település fejlesztési operatív program keretében. Az összesen 76 millió forintból megvalósuló beruházás eredményeként a jövőben a védőnői szolgálat is az orvosi és fogorvosi rendelővel azonos helyszínen várja a lakosokat. Simon Miklós országgyűlési képviselő az átadó ünnepség alkalmával hangsúlyozta, az elmúlt 8 évben 18 egészségházat újíthattak fel a térségben. Július 22-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este ismét várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el a weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Közepesen felhős idő várható, zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Csütörtök estig változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható. Zápor előfordulhat, az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. A következő napokban alapvetően napos, meleg, nyári idő várható, kivételt képez majd a szombati időjárás, akkor ugyanis hullámzó frontrendszer hatására eleinte sokfelé, majd keleten várható zápor, zivatar és a csapadékos területeken hűvösebb idő lesz. A front elvonulása után a jövő hét elején már csak észak-keleten lehet futó zápor, esetleg zivatar, másutt gomoly felhős, napos, meleg idő várható.